Sziasztok! Geri vagyok. Uff, már szörnyen régen álltam úgy kamera elé, hogy így improvizálnom kellett, és így rögtön itt helyben össze kellett szedni a gondolataimat, és csak beszélni. Ugye nem bontás videó, stb. Igen, csak nehéz feladat, ugyanis be kell, hogy valljam, hogy most már egy jó ideje nem vettem fel ilyen jellegű videót, de szerintem ezt a tartalomból is láthattátok. Ez a videó igazából arra szolgál, hogy azt gondolom, hogy szerintem nagyon lelkes nézőim vagytok, mert megérdemeltek annyit, hogy tudjátok, hogy mi a helyzet, hogy mi van most így itt körülöttem. Tudom, hogy van, akit ez nem érdekel, de akit érdekel, az úgyis megnézi, és szerintem annak jó lesz ez a videó. Ebben a videóban beszélni fogok a 2000 feliratkozós külön kiadásnak a sorsáról, illetve hogy mi lett volna ez. A szkriptíró verseny nyertesét bejelentem, és elmondom ott is, hogy az hogyan lesz tovább, illetve a csatornával kapcsolatban, illetve velem és a Heritage-el kapcsolatban lévő aggodalmakat is közölni fogom, hogy sajnos kicsúsztak a dolgok a kezeink közül. Kezdjük a 2000 feliratkozós külön kiadással. Na, alapvetően én nagyon lelkesen vágtam bele ebbe a projektbe, és úgy gondoltam, hogy a Heritage mellett nekem még szerintem lesz időm arra, hogy ezt megeffekteljem, meg dolgozzak vele, és hát igen, tehát egészen odáig jól mentek a dolgok, hogy ezt leforgattuk, kimentünk a helyszínre, tényleg úgy jó volt, jól éreztük magunkat, jó volt a forgatás, és akkor pont még nagyon friss koratavasz volt, de akkor pont ilyen jó idő volt, el lehetett lenni egy szál pulcsiba, meg minden, az akkor még nagy szó volt. És azt az egész projektet igazából annak szántam, mert nagyon örültem ugye az új Majestic supportnak, meg arra gondoltam, hogy basszus 2000 feliratkozó annyira hihetetlen, hogy azért valamit kompenzálnom kell. Na és éppen ezért sajnálom a legjobban azt, hogy ez a projekt sajnos nem fog megvalósulni. Úgyhogy így ebben a videóban láthatjátok egy apró töredékét, és elmondom, hogy mi lett volna. Szóval az alapkoncepció az lett volna, hogy van egy ilyen maszkos, gonosztevő srác, aki link kártyákat szed össze a világban, gyűjti a linkeket, rengeteg linklapja van, és betéved egy ilyen vidéki faluba, ahol ugye a főszereplő, a hősünk, útját állja, hogy már pedig az az ő területe, és oda az biztos, hogy be nem teszi a lábát. Erről a hős karakterről vannak teóriák is, hogy nem véletlenül nem járt arra senki abba a faluba, stb. Hallott róla, de ez a maszkos karaktert nem igazán tantorított el, és csak azért is neki ment. És itt jött volna egy nagyon epikus párbaj, amit Malacsonka írt meg szintén, úgyhogy köszönöm szépen, és ne haragudj, hogy ez lett a sorsa, nem számítottam erre én sem. Ez egy Muffneck és Junk Synchron Majestic deck párbaj volt, és nagyon komolyan volt felépítve, ugyanis pont így szépen a Junk, tehát a Synchro pakli az így fokozatosan építette föl az új supportokat, hogy jöttek be az új kártyák, és a végén hívta le ezt a Majestic Shooting Star Dragont, ugye, amit nagyon szeretek, és fú, tényleg ez egy zseniális projekt lett volna, tehát amiben így bemutattuk volna ezt, és az egésznek a fordulata az lett volna, ugye, hogy ez a fekete csuklyás karakter, ez valójában ott a maszk alatt az én vagyok, csak mindez a jövőben, ez a távoli jövőben, ugye. Nem feltétlenül a Heritage-hez kapcsolódó, lehet, hogy csak simán a Hungry Seven Story-hoz, mert a Heritage az már ugye teljesen meg van írva, és azzal a végével kötekedhet. De igen, tehát a lényeg, hogy összeköthető lett volna az alap Hungry Seven Story-hoz egy valami. Ezt a karaktert egyébként imádtam játszani, tehát annyira menő, annyira epic karakter volt, fú, nagyon-nagyon sajnálom, hogy ezt így nem tudom megcsinálni. De igen, el is mondom akkor, hogy miért nem. Tehát akkor most jöhetnétek azzal, hogy hát de csináld meg, hát nem sürgetjünk el, és stb. Nem, figyeljetek, az igazság, hogy a Heritage az körülbelül 90%-os valószínűséggel az utolsó Real Life sorozatom lesz.
Sőt, hát majdnem, hogy mondhatnám, hogy biztos, csak nyilván nem tudom, hogy hogyan fogom ezt látni néhány év múlva. De én real life sorozatban már nem szeretnék még egyszer belefogni. Az első évad befejezték, a Heritage az tökéletesen a terveim szerint ment, és minden forgatás úgy jött össze, hogy azt szerettem volna. És nagyon, tehát élveztük csinálni, nagyon jó volt, nagyon jó feelingje volt. Ilyen tavalyi év még a Covid ellenére is szépen meg tudtuk oldani, meg tudtuk csinálni az egészet. És halljátok, amióta beléptem a második évadba, minthogyha a sors egyszerűen nem akarná, hogy én ezt az egészet csináljam, hogy hagyd már abba, elég volt az első évad, mi a francnak erőltetett tovább. De basszus, a Heritage ez egy 2 évados történet, kell a második évad, hogy lezárjam az egész sztorit. És a sors, vagy nem tudom mi az égiek, nem tudom mi, nem akarja hagyni, hogy ez az egész megvalósuljon. Ha nem lesz a Heritage-nek 13. része, az ezért van, mert egyszer akarjuk forgatni, és ilyen idő van, bazdmeg. Úgyhogy igen, időjárás, stb. Emberek lemondják, nem jó, ez nem jó, az nem jó, nem jön össze, belebasz a szél. Egyszerűen el nem tudjátok képzelni, hogy mennyi stressz egy ilyet megszervezni, főleg, hogy rengeteg embert egy helyre szervezni, meg minden, tehát úristen, minden, az egész nyomás rajtam van, hogy összejön-e, meg megbeszéltem, nekem kell utaznom, nem várhatom el, hogy ide jöjjenek vidékre. És tényleg nagyon, nagyon idegesítő, mert pont kicsúsztunk már abból a évfázisból, amikor a legkényelmesebb forgatni, mert ugye télen túl hideg van forgatni, nyáron meg túl meleg van, és nem lehet, nem várhatom el a színészeimtől, hogy órákat töltsenek el a tűző napon, és őgutában dögöljünk meg azt sem, hogy szarrá fagyjunk, és tüdőgyulladást kapjunk. Úgyhogy egyszerűen, tehát olyan szinten belemutam már ebbe basszus, hogy de jó ég, hát ezt nem akarom csinálni. Heritage-et befejezem, az biztos, hogy egyelőre hanyagolom ezeket a forgatás dolgokat, mert kész agyrém az egész. Viszont ennek ellenére én csak azért is erőltetem a Heritage-et, mert ezt már csak azért is be fogom fejezni, mert ezt elhatároztam, hogy ez életem legnagyobb projektje, és mindenemet rászentelem, ha beledöglök, akkor is befejezem a Heritage-et, nem érdekel. Ezt be szeretném fejezni. Így a Heritage az 70%-ban elvette a lehetőségét a 2000 feliratkozós külön kiadásnak. Na és ott van a másik dolog, a scriptíró verseny. Döntenem kellett, hogy akkor vagy a 2000 feliratkozós külön kiadás, vagy a scriptíró verseny győztesének a felvétele, tehát a győztes párbaj. És egyértelműen én titeket választottalak olyan szempontból, hogy a scriptekkel rengetegen dolgoztatok, részt vettetek, és kizárt, hogy azt vessem el. Ideje rátérni a scriptíró versenyre, az egész versenyt Kelta scriptje nyerte. Úgyhogy igen, gratulálok neked, azt tudom, hogy ketten írtátok, azt hiszem, nagyon gratulálok nektek. Ebben a párbajban semmi kifogásolható dolog nem volt, tehát hibátlan volt, tökéletesen működött, és arra emlékszem, most már nagyon rég volt, úgyhogy ne kövezzetek meg, és nem nagyon néztem vissza, hogy Zsolt és Apacsaj párbaja volt még ott így nagyon durván a nyertes lehetőségek között. Én egyébként Apacsajnak a párbaját választottam, mint első, mert Apacsaj párbajában nagyon sok potenciált láttam így a megvalósítás szempontjából. Tehát tényleg, úristen, ott volt egy ilyen nagyon komoly időhurok, vagy nem tudom, hogy beleláttunk egy kicsit a... Tehát tovább szaladt a párbaj, ahol kikap az egyik karakter, aztán ott visszacsúszunk az egyik körnek az elejére, ahol a karakter így észbe kap, és folytatja a párbajt úgy, hogy már nem véti el azt a hibát, ahogy ott az előtte lévő látomásban, hanem ő nyeri meg. És basszus, ez egy olyan fordulat volt, hogy úristen, tehát ez ilyen... Ugye ezt nyilván nem mondhattuk el ott a videóban, mert fú, ez nagyon kegyetlen volt, nekem nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy szívem szerint ezt is megvalósítanám tényleg, csak hát nyilván erre sincsen kapacitás. A másik pedig Zsolt párbajában ezek a ez hihetetlen nagy lények, tehát ez egy akkora ilyen legendás párbaj volt, amit Zsolt megírt, hogy az valami hihetetlen, nagyon nagy nevű karakterek csaptak össze, szinte isten szintű karakterek. Azt hiszem Laciék mondták, hogy a Zsolt párbajában volt párbajbeli hiba, ezt később egyébként ő maga is észlelte és észrevette,
és apacsájnál pedig nem tudom, hogy nem szerintem nála sem, nála azt hiszem valami kihagyott zicser volt, vagy nem tudom mi az, ami miatt nem. Azért választottuk végül kelt a scriptjét értelemszerűen, mert abszolút hibátlan volt, és ez mellett nem tudtunk elmenni, meg már ebben a párbajban is. Nagyon epika, hogy folyamatosan épül fel szépen a párbaj menete, de ezt úgy is látni fogjátok, erről többet nem beszélnék, ez meg lesz valósítva. Szerintem néhány héten belül leforgatjuk, és elkezdek dolgozni vele, elkezdem összevágni. Úgyhogy ja, most a Heritage-el párhuzamosan bármennyire is kényelmetlen, de ezt akkor is be akarom fejezni, mert dolgoztak vele és megérdemlik. Úgyhogy így összességében igen, annyi az egész, hogy nagyon túlvállaltam magam, és akkor még kicsit rátérnék így a Heritage és az én helyzetem, meg hogy mi történik most igazából a csatornával és velem. Igazság, hogy most már jó pár évvel ezelőtt, amikor elindítottuk ezt az egész Hungry Seven dolgot, akkor nagyon aranyosan, nagyon ilyen kis baráti közösségesen indult el ez az egész, hogy jaj, volt 20 feliratkozó, csináltuk a sorozatot a második évadig, a második évadig is kb. Ilyen 20-30 feliratkozó volt, meg volt vagy 50-60 megtekintése a részeken, azt is azért, mert én is megnéztem 10-szer. Ezen a színvonalon ment a csatorna, és így indult el, és nem igazán láttam benne úgy semmit, hogy ebből lehet valaha bármit, mert úgy voltam vele, hogy jól csináljuk, mert szeretjük csinálni, el vagyunk poénkodunk, szeretjük a Yu-Gi-Oh-t, csináljuk, és akkor, ja, ez lett belőle. És utána ugye nyilván, ahogy behoztam a Yu-Gi-Tuber részét, nem csak annyi, hogy egy gyenge real life ment a csatornán, itt szépen építkeztünk fölfelé, jöttek az első szponzorok, jöttek az első komolyabb nézők, rajongók, feliratkozók, 100 feliratkozó, 300, 500, 777, és így szépen építkeztünk, és igazából annyira gyorsan történt ez az egész, hogy fel sem dolgoztam, hogy mi történik körülöttem. És abszolút nem tudtam belegondolni abba, hogy egy már azért nem egy apró youtuber, hanem egy viszonylag nézettebb youtuber, nek mekkora felelőssége van, és hogy mekkora teher ez az egész. És most az utóbbi időkben, most már jó pár hónapja, amikor láthattatok néhány elég csúnya balhét sajnos itt a komment szekcióban, ezért elnézést is kérek. Igazából én nekem sosem volt viszonyítási alapom, meg sosem számítottam arra, hogy én hogyan fogok reagálni, hogyha egyszer megtalálnak a rossz akarók. Én ebben nem tudtam belegondolni, mert egészen így kb. 1500-2000 feliratkozóig nem nagyon voltak ilyenek. Nyilván az elején volt, aki leszólt jogosan, mert tényleg gyenge volt az egész, meg szar volt, de most így tényleg ez a pure toxikusság, tehát ez a tényleg, hogy semmi értelme nincs annak, amit ír, csak az a lényeg, hogy savazzon téged, lehúzzon téged, hogy dögölj meg, minek létezel. Ezért kommentel, hogy tönkre tegyen téged, és ezek csak ez miatt élnek, csak nem értem, hogy mit keresnek ezek az interneten. Hogy ezeknek tényleg annyira nincsen más dolguk, nincsen jobb dolguk, mint hogy rászálljanak lelkes tartalomgyártókra, hogy tönkre tegyék őket. És ezzel szembesülve jött el az a kritikus fázis, amiben nagyon nem szerettem volna belekerülni. Eljött nekem is az a nagyon mély alkotói válság, amikor egyszerűen bárhogy is nyúltam a csatorna vagy a videózással kapcsolatos dolgok felé, így nagyon rossz érzés fogott el, és így elkezdtem görcsölni, rosszul érezni magam, és így nem, én ezt nem akarom. Tehát ez a tényleg nagyon átment erőltetett dologba, és egy erőltetett dolgot még jobban, tehát hogyha már egy olyan dolgot, amin erőlködni kell, tovább erőltetsz, akkor nagyon katasztrófa lesz belőle, és tényleg teljes mértékben tönkreteszem, úgyhogy ezt semmiképpen sem szeretném, nem szeretném ezt a csatornát, amit ennyi éven keresztül, meg ennyi kitartással és türelemmel felépítettem, nem szeretném, hogy egy ilyen dolog miatt kárba vesszem. Azt tudnotok kell, hogy én egyébként nem vagyok egy türelmes fajta, annak ellenére is, hogy boltban dolgozok emberekkel, és ott mindig azt mondják, hogy úristen, hogy lehet ennyi türelmet, de pedig nem. Tehát én tipikusan az vagyok, hogy úristen, már alig nem bírok várni, mikor lesz már, és valahogy ez a csatorna elhozta az életembe azt, hogy megéri türelmesnek lenni. Tehát ez a csatorna mutatta meg azt, hogy nem szabad feladni azt, amit csinálunk akkor is, hogyha nem egészen gondoljuk komolyan, csak úgy csináljuk, így nem látunk benne semmi potenciált, de hogyha lelkesen csináljuk, akkor
elérhetjük azt, amit szeretnénk. Úgyhogy igen, ebbe a válság vagyok, ez miatt kérlek szépen nézzétek el nekem, hogy a Heritage nagyon kicsúszott a tervezett idősávomból, ugyanis úgy lett volna, hogy minden hónapban kiadok egy részt, főleg nyáron, mert viszonylag több idő van, mondjuk ez relatív, mert én ugyanúgy dolgozok nyáron is, mert a forgatások is ugye így elcsúsztak, nem jött össze. A 13. részhez még mindig hiányzik egy múltbéli szál, amit föl kell venni, meg az utána lévő részek is abszolút nincsenek még elkezdve. Eddig meg mindig két rész előnyben jártam, hogy már azt forgattuk, ami két résszel később lesz, de most teljesen elcsúsztam sajnos ez miatt. Nyilván a Covid is betett még évelején, és így szépen, amióta a második évad megy, így csúsztam, jött ez az alkotói válság, és most van az a pont, hogy nem tudom megmondani, hogy mikor jön a 13. rész, de vágólapon van, tehát készül. Folyamatosan effektelem, dolgozok rajta, nyilván sokkal lassabban tudok haladni ez miatt, hogy nincs annyi kedvem az egészhez, de ezt kérlek nézzétek el nekem, amúgy egy nagyon epik, nagyon komoly rész lesz ez a 13. rész, azt hiszem hosszabb is, de megéri rá várni, tehát tényleg ez egy nagyon jó rész lesz. A csatornának az aktivitása is egy kicsit csökkent, azelőtt heti két videó volt, amit egyébként nagyon sok stressz volt tartani. Ezt igazából azok tudják megérteni, akik benne vannak, hogy heti egy, vagy akár havi egy is képes annyira megterhelő lenni, hogy úristen, én meg heti két videót csináltam, és azért nem épp a legigénytelenebbül dobtam ki őket. Úgyhogy most ez a heti egy, ez úgy egész kényelmes, és szeretném a továbbiakban is ezt tartani, mert a heti kettő az már tényleg sok volt. Most így fejből ennyit tudtam hirtelen összeszedni, remélem, hogy tényleg így nem okozok csalódást senkinek, én nekem nagyon fontosak vagytok, nagyon fontos a Yu-Gi-Oh, meg tényleg úgy ez az egész, és szeretném csinálni, meg nagyon szeretem is csinálni, úgyhogy tényleg abban reménykedek, hogy majd most következik ugye ez a budapesti közönségtalálkozó, ebből majd merítek elég motivációt, hogy egy újabb lendülettel vágjak neki az egészben, mert hiányzik az a lendület, amit akár egy hosszú építő jellegű komment olvasása után kapok. Tehát ez a tipikus az a lendület, amikor kapsz egy lökést, és akkor egy csomó minden nagyon szép dolgot elkezdesz alkotni. Rengeteg ilyen lendületem volt már ezen a csatornán, és hiszek benne, hogy most is el fog jönni. Na úgyhogy köszönöm szépen a türelmet, és köszönöm szépen azoknak, akik itt vannak velem a mai napig. Sziasztok!